Hello! Ó, nagyvilág! Már kezdem unalmas lenni ez a szöveg. De mindegy, majd kitalálok másikat. Szóval, gyerekek. Ma van a nagy nap. Ma lépünk fel, legelsőnek a Lilivel közösen. Most keltem fel. Lefürdök. Felöltözök. Azt tudom, mit veszek fel. Nem baj. Valamit felveszek, valami szépet. Aztán indulunk a Lilihez a Nellikével. Mert a Nellike is jön. 0 óra 30-kor fogunk fellépni. Egyetlen egy gondom van ezzel a fellépéssel kapcsolatban, hogy múlt pénteken indultunk buliba, és félúton ugye rágtam a rágót, és félúton éreztem, hogy valami kődarab, vagy hát ilyen kőféle van a számban. Ráharaptam egy kicsit, kiköptem, vajon mi lehetett az? A fogam. Szóval nem tudom, valamit majd intézek, megmondom a fotósoknak, ha lesznek, hogy hát de az meg olyan nagy képű, hogy megkérem, hogy ebből a szögből ne fotózzanak. De hát nyilván első fellépésem, mert nem akarok olyan képet, ahol fogom a mikrofont és mindegy. Majd valahogy úgy fordulok, hogy jó legyen. Szóval igen, ezt az egész napot le fogom vlogolni. Ha érdekel titeket a legelső fellépésünk a Lilivel, akkor tartsatok velünk. Sziasztok gyerekek, megérkeztünk a Lilihez. Várj, mert megfulak. Mit csinálsz? Vlog. Ja. Lilike, nem jössz ide? Csak beköszönni. Ne legyél már, amúgy úgyse, üljünk már hárman a kamera elé. Soha nem ültünk még hárman. Na. És akkor kit érdekel? Egyszerre. Egy, kettő, három. Oh. Le ne törjön a kör, mert indulás előtt bad meg. Ne, van ragasztó. Leizzadtam már most. Mennyi az idő? És amúgy pisilnem is kell. Menj el pisilni. Egy óra múlva indulunk. Egy óra múlva indul. Egy óra és 10 perc múlva indulunk. És akkor mi most egy óráig? Ez egy hosszú vlog lesz. Jézusom, el kell mennem, bocsánat. Elnézéseteket kírem. Szóval, ja, hamarosan indulunk, 1 óra és 10 perc múlva, úgyhogy mindjárt ott vagyunk a helyszínen. Szokásos benzinkutas. Szokásos sorozó. Milyen szokásos benzinkutas? Sosem voltál még fellépésre benzinkutas. Jó, hát de izé. Forgatáson voltunk. Ez kötelező. A benzinkut kötelező. Eddig csak fél órát jöttünk, de már meg kellett állni nyilván miattam. Amúgy nekem pisilnem is kell. Helyes. Hagyd ki magadban mindent. Muszáj. Miskolc még messze van. Azt ez mi?
holnap ez a felvásó fellépés, hogy egy kicsit bíztassuk. Amíg Marti egy kicsit pihen, addig jöhet egy szóló dalom, amit a hála jó Istennek már saját magam menedzser vagyok. Na szóval, a buli napján nem tudtam, vagyis hát elfelejtettem felvenni elköszönőt, vagy outro-t. Te mindig mindent elfelejtesz. Úgyhogy most beszámolunk egy kicsit a fellépésről. Zavarba vagy. Hogy éltük meg. Menj már innen! Én nagyon jól éltem, meg nagyon jó volt. Egy dolog zavart, hogy ott átöltem a Norbi. Álljál már le! Miről beszélsz? Yes! Jó, van, üljél le most már. Na, megjött a szereplő. De el is ment. Na, jó van. Szóval... Ez már úgyis benne lesz. De jó. Szóval, hogy élted meg? Még egyszer. Jó. Még egyszer. Jó! Nem, amúgy szerintem nagyon... Jó volt, hello! Nem, amúgy tényleg jó buli volt, tök sokan voltatok, tök jó közönség volt, nem volt semmi baj. Az út során sem én volt semmi féltem. Baj. Én ettől féltem, valamivel megdobnak. Nagyon-nagyon aranyos volt a közönség egyébként. Szervezés is nagyon jó volt. Így van, szervezés is nagyon-nagyon jó volt. Ugye köszönjük a Mai Beach-nek. Így van, nem reklám. És ja, kúra jó volt, nagyon tetszett. Nekem is közönség is jó volt. Aranyosak voltatok, mikor fotózkodni is kellett. Norbi nagyon jól teljesített, ezt hozzá kell rakjam, tényleg. Nem. De viccen kívül egyébként... Nem tudom, én nem éreztem magam olyan jól. Viccen kívül egyébként színpadra születtél. Oh! Mint hogy nem, de ez tényleg nem túlzásban, azért, mint évek óta ott áll. Lali, te büdös zokni. Erigyél már. Szóval... Nem is volt büdös. Profi voltál. Igen? Rendben. Köszönöm szépen. De legközelebb nem bízlek magammal. Nem, nem legyek. Mész külön még. Mint Irén, te is kiírod. Majd Lunyinak. Mint Irén, te is kiírod. Vannak még szabad izék. 30 ezer per óra. Úgy vállal. Bulit. Most olvastam. Igen. Hát. Egy selfie 500 forint. Nálunk 400, mert mi nem vagyunk akkor a sztárok. Azt elfelezzük nyugiban. Jó, nem baj. Na szóval. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ott volt. Így van. Köszönjük a biztató szavakat. És köszönjük a tombolást. Ha esetleg valaki szeretne közös fellépést, itt lesz az e-mail címem. Ott tudtok jelentkezni. Ti nem. Szervezők. Klubtulajok és szervezők tudnak nekem ott e-mailt írni, és ott válaszolni fogunk. Aki nem fellépéssel kapcsolatban ír e-mailt, azt... Letiltjuk. Automatikusan. Amúgy végig magamat nézem, nem a kamerát. Tudom én is. Nyugi.
Olyan, mint a kancsalok lenni. Az is, azok is vagyunk. Ez is igaz. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttetek, várjuk a következő bulit, úgyhogy... Hello! De a többiről már nem lesz vlog. Ez a vlog, ez csak azért készült, mert ez volt az első közös. Így van, és a klipekről sem, mert nagyon sokan írjátok, hogy klipforgatásról lesz a vlog. Nem. Értelmetlennek találjuk azt, hogy minden klipforgatást, meg minden fellépést levlogoljunk, mert ugyanaz a mindegyik majdnem. Ja, ugyanaz a folyamat. Így van, úgyhogy feleslegesnek tartjuk. Na igen. Instánkat le is így írjuk van. Ide. Meg ide, meg ide, meg ide, meg ide. Meg az egész képernyőre ráírjuk. Kövessél! Kövessél! Járjad, kövessél! Ha van, adjál! Ha nincs, akkor is! Miről beszélsz? Úristen, nyomjad már kifele, mert nagyon sokak gyerekek. Vagyunk. Sziasztok! Lili, menjél már innen! Hát nem tudom. Nem tudom kinyomni. Álljál le! Tuti látszotta, hogy nincs fogam. Olyat belevertél a piercinget. Jó van. Nézd meg. Te agresszív geci. Álljál le, Lilike! Jó Isten, puffasztom fel. Karatekönyök.